A görög cukoripar tulajdonában lévő Cservenkai és Zsabi cukorgyárak 2017-ben 23 ezer hektárnyi területen termeltettek cukorrépát. A cég az idén szinte a felére csökkenti a répavetés területét. A Hellenic Sugar azt tervezi, hogy mintegy 12-13 ezer hektárnyi területen szervezi meg a cukorrépa termesztését, a jelenlegi cukorértékesítési és egyéb gondokhoz igazodva. A görög cukoripar 15%-kal csökkentette a cukorrépa felvásárlási árát, az alapár 30 euró tonnánként. A kimagasló cukortartalomra és a magas hozamra további tonnánkénti 1-1 eurós felárat kaphat a termelő, jelentette be Petros Gemincis vezérigazgató a nyersnyak termelők számára megrendezett újvidéki találkozón. Azt is megígért, hogy amennyiben a cukor tőzsdei ára meghaladja a tonnánkénti 400 eurót, emelni fogják a cukorrépa árát. Legalább az árakat közzétették, ez is valami. Aztán adja Isten, hogy bőtermő évünk legyen, és 6,5 vagonnyi cukorrépát takarítsunk be hektárjáról. De mi lesz akkor, ha megint egy száraz év jön? Termesztés technológiát, illetve szerintem a legnagyobb gondunk az, hogy állami földek, körülbelül 40-50%-ban állami földeken vetjük ezt a cukorrépát, amivel az a gondunk, hogy ez nem úgy van felkészítve, mint hogyha az ember saját területét készíteni fel, és hát jó lenne, hogyha az állam részéről lenne támogatás, hogy mondjuk több évig tudná kiadni árendába ezeket a földterületeket. Az EU-s cukortermelési korlátozások feloldását követően az unió éves cukorkivitele elérheti a 2 millió tonnát. Félő, hogy az unió előbb-utóbb a behozatalt is korlátozni fogja. A szerbi cukorkivitel 80%-a irányul az Európai Unió tagországaiba. A vámmentes kiviteli kvótánk 180 ezer tonnát tesz ki.